Pár hét múlva kezdődik az iskola, bár a papírpultokban a nagy rohan még hátra van. Mint minden évben, most is augusztus 20-a utánra várják a legtöbb vásárlót. Az iskolák többsége segíti a szülőket, ugyanis egy listán kapják meg, hogy mit is kell vásárolni. Idén is hódítanak a mesefigurás és foci emblémás füzetek és táskák, ám ezek jóval drágábbak, mint a sima tanszerek. 5-től 20 ezer forint új iskolatáskára, 10-20 ezer forint torra, füzetre és egyéb iskolaszerekre. Ennyit költ átlagosan egy magyar család az iskola kezdésre. Szeptembertől már az első 9 évfolyamon a gyerekek ingyen kapják a tankönyveket, ezzel akár több 10 ezer forintot is spórolhatnak a szülők. Csak nem 3 hét múlva becsengetnek az iskolákba, a legtöbben viszont csak az utolsó napokban vásárolják meg a tanszereket. Veszek füzeteket, meg tollat, mindenféle. Ezekből fogy a legtöbb, sőt, amint mesefigura vagy egy foci csapat logója van, az gyorsan elkapkodják. A fiatalok ugyanis követik az iskolai divatot. Valamikor így a divatosabb dolgokat, ami most tetszik, ilyen inkább a természet, a fák, vagy ilyesmik, amiket keresek a füzeten, meg a minőség is fontos nekem. Volt olyan diák is, aki a rikító színeket keresi, mert ez is menő a suliban. Én nagyon szeretem a minél színesebb dolgokat, úgyhogy a füzetekből is, meg a táskákból, meg a mindenféle ilyen papírból bekapható dolgokból is a mindenféle rikítóbb, színesebb dolgokat keresem, meg a jó mintásokat is. Toll, ceruza és órarend. Ez szinte bármelyik szupermarketben is meg lehet vásárolni. A szakember szerint hiába a kedvelt minták vannak azokon a termékeken is, viszont azok jóval silányabb minőségűek, mint amit egy papírboltban lehet megvenni. Bitter a Gábor azt mondta, hogy az iskolák kellően felkészítik a szülőket, hogy mit is kell venni ahhoz, hogy zökkenőmentesen kezdődjön az iskola. Tudatosan készülnek vásárlók az iskola kezdésre. Nagy részt az iskolák útmutatása alapján listával érkeznek, de sok vevő a saját elképzelése és ötlete alapján választ iskolaszereket a gyermekeinek. Egy felmérés szerint a tanszervásárlás idén is főként az anyukák dolga. A megkérdezett családok közül csupán minden negyedik apuka száll be a tanszervásárlásba.